Dánia nem egy trópusi félsziget, ám a koronavírus járvány hatásai szörfparadicsommá tették egyik nyugati partszakaszát. Az utazási korlátozások miatt a melegebb éghajlattól elzárt, főleg dán és német szörfösök részéről mutatkozó kereslet felvirágoztatta egy helyi pár Jeges Hawaii Beach nevű bázisát. Az Északi-tenger ezen részén állandó az erős szél, szeptembertől húsvétig pedig gyakran 4 méteres hullámok futnak ki a fövenyre. A bikinit ugyan érdemes neoprén ruhára cserélni, de az élmény megéri. Azok a dán és német szörfösök, akik eddig járták a trópusi vizeket, most nem tudnak utazni, így ide járnak a kontinensről. Határozottan emelkedett a látogatók száma, mondja az egyik tulaj. Társa szerint, akik olyan tökéletes szörfős helyekre jártak eddig, mint Bali vagy Tahiti, és ott már jól ismerték, hol és hogyan törnek meg a hullámok, azoknak kifejezetten izgalmas élmény megtapasztalni ezt a kiszámíthatatlan partszakaszt. A szörfösöknek cápa támadástól sem kell itt tartaniuk, a tél közelettével legfeljebb egy-egy kíváncsi fóka vagy rozmár dughatja ide az orrát.